A Kolonics György alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy a kétszeres olimpiai és 15-szörös világbajnok Kenus által képviselt értékeket és szellemiséget tovább vigye. A 36 éves korában elhunyt sportlegenda életét bemutató kiállítás 16. állomása Vásárosnamény, ahol a megyében elsőként látható a tárlat. Most már 100 000-es nagyságrendben látták országszerte és határon túl is a kiállítást. Nagyon kellemes élmény volt a mai megnyitó számomra, hiszen rengetegen itt voltak, és hát látszik az, hogy a sporták felé, illetve Koló felé rendkívül nyitott a város. A kiállítás szervezői abban bíznak, hogy a gyerekeknek kedvet csinálnak a Vásárosnaményban újjászerveződő kajakkenu sporthoz, amely bekerül az ötvös iskola tantervébe is. Városunk ismét egy mérföldkőhöz érkezett, hiszen valamikor 30-35 évvel ezelőtt a kajakkenu virágzott térségünkben. Szerencsére a Kajakkenu Szövetség fölfigyelt arra, hogy itt a négy folyó övlésében fekvő kisváros és a térség méltó arra, hogy ez a sportág újra szerepet kapjon a magyar sportpalettáján. Így Ugi Imrével és a Kajakkenu Szövetséggel, Baráti Tele elnök úrral is sikerült fölvenni a kapcsolatot, akik látják Vásárosnaményban, Tuzsérban, Záhonyban és a teljes Beregi Felsőszabolcsi Szatmári részben ennek a sportágnak a kitörési lehetőségeit. A sportág újraindítása és az infrastruktúrális fejlesztések a vízi turizmusra is jótékony hatással lehetnek a térségben. Kajakkenu pontok jöhetnek létre több megyei településen, és ráadásul ezt szerettük volna felfűzni a megyei fejlesztési programokra is, így nem csak úgymond vízitúra fejlesztés, hanem emellett sportfejlesztés is megvalósul, és egyrészt a GINOP-ból lesz finanszírozva ez a fejlesztés, másrészt pedig a megyei top forrásokból is reményeink szerint, és ehhez olyan kiegészítő infrastruktúrát tudunk kapcsolni, amelyel jelentősen megkönnyíthetjük majd azoknak a sportolni vágyóknak, vagy akár csak túrázni vágyóknak a lehetőségeit, akik szeretnének bekapcsolódni a vízitúra adta lehetőségek megismerésébe. Ha kezünkben a lapát, akkor se is szent lyukát. Erősíts meg a karunk, mert mi győzni akarunk. Az olimpiai ezüst és bronzérmes 9-szeres világbajnok Wichmann Tamás a sportág közösségépítő oldalát igyekezett bemutatni a megnyitón előadott dalaival. Ajánlom minden fiatal srácnak és kislánynak, mert most már ugye a kenu az teljesen koadikált le, mert ebben elfelejtődik az, hogy ki milyen, a magas, alacsony, kövér, vagy nagyon sovány, hanem együtt tudnak valahova menni. A kiállítás szeptember 16-áig látható a Vásárosnaményi Művelődési Központban.